Magyarország képes gyors és jó gazdasági növekedésre. Alig kezdte meg az előadását a magyar gazdaságpolitika Kárpát-medencei lehetőségeiről. Meg is kellett szakítani azt a nemzetgazdasági miniszternek a Kárpát-medencei gazdasági fórumon Móron. Matosi sürgős hívást kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől. Miniszterelnök úrral kell azonnal beszélnem, aki az Európai Uniós csúcson küzd a magyar érdekekről. Hogy miről beszéltek telefonon, arról a nemzetgazdasági miniszter nem kívánt nyilatkozni. Másról bármikor, örömmel, parlament, kormányülés után, de a terv, a váratlan hívást követően Matorcsi György a Vekerletervről tartott előadást. A nemzetgazdasági miniszter szerint ez a tervezet hozza majd meg a várt növekedés és gazdasági fordulatot az országban. Ez azonban a környező országok együttműködésére van szükség, hogy a Kárpát-medence egésze az új növekedési övezete legyen Európának és a globális gazdaságnak. Ha ez megvalósul, Magyarország képes lesz felzárkozni a nyugat-európai országokhoz. A miniszter szerint a Kárpát-medence az Európai Unió egyik feltáratlan erőforrása, a régió középpontjában pedig Magyarország áll. Természetes egység vagyunk a Kárpát-medence egésze, így tehát Európának, ezenből az Európai Uniónak, Érdeke, hogy mi integrálódjunk, mert csak integrálódva lehetünk képesek segíteni az egyébként ezekben a pillanatokban is nagy bajban lévő Európai Uniónak. Mint Matolcsi György elmondta, a következő egy évben kell megfogalmazni részletesen programokat, melyeket 5 plusz 1 kárpát medencei értékre kell építeni. A gépiparra, az infokommunikációra, a mezőgazdaságra, a turizmusra, a megújuló energiaforrásokra és az úgynevezett kék gazdaságra, mely a kárpát medencét átszelő vízgyűjtő rendszerek adottságaira épít. Minden program alatt lehet több tízezer, több tízezer vállalkozás és több ezer település. És ilyen mélységbe kell eljutnunk. 12 hónapon belül. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, a 2014-2020-as ciklusra radikálisan át kell ütemezni az EU-s források elosztását. 20 milliárd euróval számol a Nemzeti Fejlesztési Kabinet, melynek 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítanák. Ebből a 60%-ból 46%-ot vállalkozásfejlesztésre, 14-et pedig területfejlesztésre fordítana a kormány.